Már sorakoznak a padok a főtéren, és érkeznek a turisták is, akik közül többen már a mai napon is a halfőzést keresték. Arra még egy napot várniuk kell, de a színpadi műsorok már csütörtökön este kezdetüket vették a 18. Bajai Halfőző Fesztiválon. A 6. Felsőbácskai Néptáncgála idén is színes programmal és még színesebb népviseletekkel örvendeztette meg a nézőközönséget. A Szentháromság téri színpadon 18 csoport lépett fel, köztük Bajai, Csávói, Bácsalmási, Hercegszántói, Szeremlei, Bátyai, Érsekcsanádi és Nagybaracskai táncosokkal. A magyar tájak táncai mellett helyet kaptak a nemzetiségi koreográfiák is, így sváb, bunyevác és roma műsort is láthattak az érdeklődők. A színpadi programot menettánc és a néptáncosok felvonulása előzte meg, ahol csak úgy, mint az egész estés műsor alatt a Bácska Banda, a Csabár és a Bácska Tambura zenekar kísérte a táncosokat. A szombati halfőzésen, mint Dobos Edit, a Baja Marketing Kft. Ügyvezető helyettese kérdésünkre elmondta, 1300 bográcsban rotyog majd a halászlé. 130-150 ezer látogatóra számítanak a szervezők. Bajaváros kiemelt vendége a testvérvárosok mellett Székesfehérvár lesz, illetve ez alkalommal újítják meg Weiblingennel a 25 éve fennálló testvérvárosi kapcsolatot. Üres bográcsot látok, hogy sikerült a mai halászlé? Bogrács üres, a tál üres, nagyon jó, szokásomhoz híven, és az endisekre is. Hanyadszor főznek innen a téren? 12-szer, pontosan hányszor van. Az idei rendezvény a 18-as szám köré épül, a tűzgyújtásnál 18, 1 és 18 év közötti fiatal lép majd a színpadra, illetve akik rendszeresen 1996 óta főznek a téren, az idén 18% kedvezményt kapnak a regisztrációs költségből. Ez az összeg különben 7000 forint, amely a sörpad garnitúra és a tűztálca használatát, a tűzifát és a vízvételi lehetőséget tartalmazza. Pontból, törpéből és kárászból főztem a halászlevemet. Te készítetted? Igen, én főztem. Jelenleg mondd el a receptjét, a süniféle receptet a bajaiaknak, meg a vidékieknek, a Dél TV nézőinek. Hát ez ősi családi recept, ezt nem adom ki. Nagyon-nagyon szép itt a halászlé nálatok, hogyan kell készíteni? Halból az a legfontosabb dolog, tehát például csirkéből nagyon gáz, vagy lóból is nagyon gáz. Azon kívül állatvédelmi szabályokba ütközik, azt hiszem, tehát lóból halász lehet se, de a másik dolog az, hogy talán nem is férne bele egy ekkora bográsba, ha megnézzük a méreteit, ugyanis a lovak általában nagyobbak. Embrionális korban kisebbek, és utána megnőnek. Gondoltam arra, hogy ponty van ugye az átlagos, ponty van az átlagos halászlébe, de azt mondják, hogy a vegyes halból a jó igazi. De ez nem azt jelenti, hogy egyfajta halból csinálják, és annak a fajta halnak a neve az, hogy vegyes, hanem az azt jelenti, hogy többféle halat tesznek bele. A tűzijátékot párhuzamosan lövik majd a Városháza és a Radnóti Kollégium tetejéről. 5000 4D-s szemüveget osztanak szét, amely prizmák segítségével, különleges fénytöréssel megsokszorozza a tűzijáték élményét. A termelők utcájában minőségi áruk, például méz, lekvár, szalámi kapható majd, a Népek udvara pedig az igazi nemzetiségi mulatozás helyszíne lesz. Életünkben először voltunk, és hát így már a buszba ment a kérdezősködés, hogy fú, Baja, ti hallottatok, hogy az mekkora város, nagyváros, persze tudjuk, hogy hol van Baja, nagyváros, de hát hogy ott még nem játszottunk, hogy egyáltalán tudják, hogy ki az a zenekar, vagy csak olyan lesz, hogy ilyen esernyők, és hogy ott fognak állni, és érdekes zene, de kik ezek? És ahhoz képest abszolút pozitív csalódás, mert jöttek előre, ahogy elkezdődött az első szám, jöttek előre persze a fiatalok, mert bennük még van lendület fizikálisan, az idősebbek ülve maradtak, ami meg szintén tök jó, de figyelő közönség volt, meg örömközönség is volt, tehát ilyen minden egybe volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy majd a buszba derül ki hazafelé a zenekar részéről, de én azt gondolom, hogy én azért mosolyok végig, mert hogy Baja egy jó élmény. A Petőfi szigeten színvonalas koncertek várják a fesztiválozókat, fellép a Szabó Balázs Band, a Pál utcai fiúk és a Heaven Street 7, míg vasárnap a Szentháromság téren a Csík zenekart láthatjuk majd.